Somogyvár 20 kilométerre fekszik a Balatontól, Szent László király temetkezési helye. A település iskolájába 170 gyermek jár, több mint fele halmozottan hátrányos helyzetű kisdiák. A somogyvári Szent László király általános iskola egy nyertes pályázat révén a Kőkúti testvériskolája lett. A célunk az volt, hogy a gyerekeink ismerjenek meg olyan társakat, olyan iskolákat, olyan településeket, akik nagyon nehéz körülmények között élnek, és tanulják meg, hogy körülöttünk ilyen emberek is élnek, sokkal nehezebb körülmények között, mint ők, kössenek barátságokat, tanulják meg, hogy hogyan lehet segítséget nyújtani. Minden program erre van kihegyezve. Tehát amikor mi itt kirándulunk, itt előadásokat tartunk, itt foglalkozásokat tartunk, akkor mindenképpen a gyerekek szociális érzékenységét fejlesztjük ezekkel az előadásokkal, foglalkozásokkal, kirándulásokkal, és több alkalommal találkozhatnak személyesen is. Hiszen most áprilisban a mi gyerekeink Somogyvárra utaznak, és 3 napot velük tölthetnek el. Októberben majd a somogyváriak jönnek hozzánk. Lesz egy egyhetes táborunk Balatonszepezden, amikor együtt lehetnek. Ma a projekt indításakor a somogyvári iskola pedagógusai jöttek el, hogy az 5-es, 6-os diákoknak bemutassák a személyes találkozások előtt településüket. Egy olyan településen élő gyerekek, mint a somogyvári gyerekek, akik az ország 33 leghátrányosabb kis térségének egyikében élnek, mindenképpen kell, hogy kitekintést nyerjenek olyan iskolák tanulóira, vagy olyan településekre, olyan városokra, mint Tata. Én elsősorban azt várom, hogy ebből egy hosszú távú kapcsolat lesz, egy hosszú távú barátság lesz, és úgy a tatai, mint a somogyvári gyerekek tanulnak ebből a kapcsolatfelvételből, megismerik a másoknak a gondjait, bajait elsősorban. A mai napot arra szánjuk elsősorban, hogy a pályázat részeként bemutatjuk Somogyvárt és környékét, amiről így előjáróban mondom, annyit kell tudni, hogy Szent László király első temetkezési helye volt, és ott található a kupavári apátság, a kupavári romok, amit francia szerzetesek laktak be Szent László király hívására jóvoltából. A pályázati program célja, hogy mindkét oldalon egymás megismerése révén fejlődjenek a gyerekek szociális, életviteli és kommunikációs kompetenciái.